Referendum. Óriási tétje van a vasárnapi parlamenti választásoknak Romániában a magyarságra nézve, nyilatkozta szerkesztőségünknek a Szatmár megyei tanács elnöke. Támogatás. 6 milliárd forint uniós forrás jut itthon a kora a gyermekkori intervencióra. A fejlesztések az egészségügyi, a szociális és a pedagógiai intézmények szakszolgálatok feladata lesz. Adomány. Még mindig több tucat jégkár sújtotta ingatlan tulajdonosvár segítségre Rozsájon és környékén. Ma az EON-tól kaptak 1 millió forintot az érintett települések. Óriási tétje van a vasárnapi parlamenti választásoknak Romániában a magyarságra nézve, nyilatkozta szerkesztőségünknek a Szatmár megyei tanács elnöke. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Pataki Csaba ezért bízik a minél magasabb részvételi arányban. Az RMDSZ politikusa arra számít, hogy Szatmár megyéből egy magyar szenátor és két magyar képviselő jelölt bejut a törvényhozó testületbe. A román törvényhozás két kamarás, a szenátusból és a képviselőházból áll. Mindkét kamara tagjait 4 évre választják. Az RMDSZ több mint 600 jelöltet állított az országban. A Szatmár megyei tanács elnöke szerint a térség fejlődése szempontjából nagyon fontos, hogy ebben a körzetben is minél több magyar kerüljön a román parlamentbe. Természetesen teljes listánk van, az azt jelenti, hogy a szenátori listán van 4 jelöltünk, a képviselői listán van 7, tehát ebben benne vannak a tartalékok is. Reálisan gondolkodva egy szenátori mandátumban és minimum 2 képviselői mandátumban gondolkodunk. Az összes 5 képviselői mandátum közül minimum 2-ben. Az RMDSZ jelöltjei bíznak abban, hogy a magyar részvétel a román fölé emelkedik, ami nagyobb lehetőséget biztosítana a képviselők számának növeléséhez. Biztos vagyok abban, hogy megmutatkozik a romániai-magyar közösség összefogása, és ez látszani fog az eredményeken is. Azt gondolom, hogy egy erőt tudunk felmutatni, és egy erős képviseletet tudunk a román parlamentbe felmutatni, és azt gondolom, hogy megkerülhetetlen tényezők leszünk a romániai politikai döntéshozatalban. Romániában 1.300.000 magyar él, az ő életükre lesz hatással, milyen arányú lesz a részvétel a választáson? Ne hagyjuk magunkat, ne hagyjuk azt, hogy a román politika megkerülje a magyar politikumot, mert hogyha ez sikerül nekik és nélkülünk döntenek rólunk, akkor gyakorlatilag nincs garantálva az, hogy a magyarság megmaradja Romániában. A képviselői szenátor jelöltek szerint fontos az is, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében tartózkodó kettős állampolgárok is leadják szavazataikat a vasárnapi referendumon. Nagyon fontos, hogy a határon túlélők is azok, akik Szatmáról környező településekre települtek ki, viszont román állampolgársággal rendelkeznek, hazajöjjenek, segítsenek nekünk, mert mindenkinek tudnia kell azt, hogy hiába nyertük vissza Szatmár német itt Szatmár megye vezetését, ahhoz, hogy egy hatékony munka folyjon, ahhoz, hogy újra építsük a várost, a megyét, egy erős bukaresti parlamenti képviseletre is szükségünk van. Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke is arra buzdítja a választópolgárokat, bárhol is éljenek, adják le szavazataikat a Romániában élő magyarokért. Mindenki, aki romániai szavazó választójoggal rendelkezik, és a határokon túlél, akár Magyarországon, akár más országokban, valóban tegye meg azt a lépést, hogy a szülőföldjén segítsen, az erdélyi magyarságon, a romániai magyarságon segítsen azzal, hogy él ezzel a választójoggal, és december 11-én elmegy szavazni. A szavazó körzetek vasárnap reggel 7 órától este 9 óráig lesznek nyitva. Ebben az időintervallumban adhatják le voksaikat a választópolgárok. 6 milliárd forint uniós forrás jut itthon a kora gyermekkori intervencióra. A fejlesztések összehangoltan az egészségügyi, a szociális és a pedagógiai intézmények szakszolgálatok feladata lesz, mondtam a Nyíregyházán Czeisel Barbara, a kora gyermekkori intervencióért felelős miniszteri biztos, a Down Egyesület Mindenkinek Becsengettek elnevezésű programján. A korai fejlesztés, amely egyre több eltérő fejlődésű gyermeket érint, 0 és 3 éves kor között a legfontosabb.
Fejlesztő foglalkozás a Nyíregyházi Csodavárban. A Down Egyesület mára egy nemzetközileg is elismert programot alkotott meg a Mindenkinek Becsengettek programban. Több mint 70 fogyatékkal élő gyermeket integráltak többségi iskolákba, ahol heteken keresztül tanulhatott együtt az eltérő és a normál fejlődésű gyerek. A szervezet a korai fejlesztésben eredményesen működik, nem csak a megyében, de a fővárosban és a határon túl is számíthatnak a családok a szolgáltatásaikra. Az országos statisztikák tükrében növekedett azoknak az újszülötteknek a száma, akik valamilyen idegrendszeri eltéréssel születtek, és 0-3 éves kor között korai fejlesztésben kell részesülniük. Ezeknek a gyerekeknek összehangolt segítségre van szükségük, mondta a miniszteri biztos. A szakmai munkára, képzésekre és szolgáltatásokra 6 milliárd forint fordulhat itthon uniós forrásból. Ez arra lesz elegendő, hogy behozunk új diagnosztikai eszközöket Magyarországra, amelyeket adaptálunk, ezek nagyon drágák. 20 éve nem történt meg ilyen jellegű a diagnosztikai eszközöknek a megújítása. Rengeteg képzést fogunk biztosítani. A halmozott a hátrányos helyzetű régiók, például ezen megyében is ez fellelhető, ahol védőnők, szolgáltatók sincsenek, nemhogy különböző terápiás eljárások, tehát az alapellátásban is hiányzik ellátás. Megpróbáljuk ezeket mobil ellátórendszerrel, egy pilot jelleggel, hogy működhet-e, hogy a szolgáltatás megy a családokhoz, és nem a családoknak kell keresni a szolgáltatót, biztosítani. Informatikai fejlesztések lesznek. Egy 2013-as rendelet alapján a pedagógiai szakszolgálatok alapfeladata a korai fejlesztés, de az ágazatok együttműködése elengedhetetlen ezen a területen. Jellemzően inkább óvodáskorban kerülnek be a fejlesztésre szoruló gyerekek az ellátórendszerbe, holott az élet első évében lehet a legtöbbet tenni értük. Az idegrendszer akkor a legfogékonyabb, sokat lehet javítani a gyerek állapotán ebben az életszakaszban. Később pedig az integrált oktatásban lenne a helyük, mondják a szakemberek. Próbálkozások vannak. Én azt gondolom, hogy vannak nagyon jól működő iskolák és osztályok, akik nagyon jól csinálják az integrált oktatást, és nyilván vannak, akiknek még ez nehézséget okoz. Tehát nagyon egyenlőtlen ez az ellátási forma. A konferencia célja az volt, hogy közelebb hozza, összehangolja a korai fejlesztésben érintett intézményeket. A Mindenkinek Becsengettek program pedig a következő tanévtől nem csak idehaza, de Szatmárnémetiben és Kassán is elindulhat. Még mindig több tucat jégkár sújtotta ingatlantulajdonos vár segítségre Rozsájon és környékén. Az elmúlt hónapokban önkéntes munkával, adományokkal igyekeztek felszámolni a károkat, ám további segítségre van szükségük, tájékoztatotta a rozsályi polgármester, aki az érintett települések képviselőjeként ma az EON 1 millió forintos adományát vehette át Nyíregyházán. Ezek a felvételek június 21-én készültek, a rozsályi ingatlanok mintegy 80%-át sújtotta jégkár, a környező településeket sem kímélte a természeti csapás, akadt olyan ház, ahol csak pár 10 vagy 100 000 forintos volt a kár, de volt olyan épület is, ahol már milliós tételt jelentettek a helyreállítási munkálatok. A kárfelmérések és a helyszíni szemlék azonnal még a vihar napján elkezdődtek, az ingatlanokat fóliázták, és elkezdődött az önkéntes munka, valamint az adománygyűjtés is, emlékezett a megyei kormány megbízott. Kozma Péter kiemelte, a káresemény azt is megmutatta, hogy az emberek össze tudnak fogni. Ma az EON adott át adományt a károsult települések képviselőjének. Először természetesen a saját feladataink elvégzésére koncentráltuk, hiszen a hálózati elemek is, az épületek csatlakozó vezetékei, a közvilágítási elemek is megsérültek, miután a saját kárainkat helyreállítottuk és biztonságos területet hagytunk magunk mögött, azért azt tapasztaltuk, hogy nagyon sok ember nem tud gondoskodni magáról, nagyon sok olyan kár keletkezett, amelyek kilátástalan volt, hogy mikor kerülnek felszámolásra. Egyszerűen a kollégáinknak a jó érzése, a gondoskodás, a felelősségvállás indította el, hogy egy ilyen ötlet elindult, hogy talán tudnánk mi is segíteni anyagilag ezeken az embereken, és hát ami talán meglepő volt még számomra is, hogy nem csak a helyi dolgozóink, hanem Dunántúlról is csatlakoztak a gyűjtéshez. Az EON üzemvezetője a kormányhivatalban adta át Rozsály polgármesterének, a cég és munkatársainak 1 millió forintos adományát. A község vezetője azt mondta, a szerencsés időpontban reggel 3:46-kor érkezett a szerencsétlenséget okozó vihar. Hogyha egy órával később jön, akkor valószínűleg emberéletet is követelt volna. Ezek teniszlabda nagyságú jégdarabok voltak, és nagyon intenzíven, nagyon gyorsan jöttek le. A
Természetesen a lakosság az első megdöbbenése után azonnal elkezdett szervezkedni, és elindult valamilyen szinten a település újjáépítése. Ez egy hosszú folyamat, ebben nagy segítségünkre van ez az EON-os adomány is. Azt tudni kell, hogy ezt nem Rozsály kapja, hanem az a 7 település, aki érintett ebben a dologban, de mindenféle segítséget nagyon szívesen vesznek ezek a települések, és örülünk neki, hogy gondolt ránk egy ilyen multinacionális cég is. Csak Rozsályon körülbelül 20 ingatlan tulajdonos vár még segítségre, több palatetős háznál még csak most kezdődnek el a helyreállítási munkálatok, valamint fólia alatt van még a polgármesteri hivatal épülete is. A minimál bér és a garantált bérminimum emelése, valamint a munkáltatói járulékcsökkentés is mutatja, hogy a kormány megbecsüli a munkát, mondta a nyíregyházi sajtótájékoztatóján Simon Miklós, a Fidesz országgyűlési képviselője. A politikus szerint ezek a lépések és a tervezett további könnyítések pozitív hatással lesznek a keleti régió gazdasági életére is. A Fidesz-KDNP kormány ideje alatt 2010-től kezdve a munkanélküliségi ráta 12%-ról 4,7%-ra csökkent. Nálunk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is 10% alatt vagyunk jóval a munkanélküliséget illetően. Sőt, mi több, vannak olyan térségek, ahol munkaerő hiány lépett fel. Én nagyon remélem, hogy ez a minimál béremelés, ez egy általános bérszínvonal emelkedést fog eredményezni, és az a lemaradás, amiben a keleti régió benne van a nyugati régióhoz képest, ugye 20-30%-kal kevesebbek itt a bérek, az csökkenni fog. Saját országukban másodrendű polgárok a magyarok, véli Halmi József, az MSZP Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei alelnöke. A politikus azt mondta, évek óta kampányolnak az M49-es megépítéséért, vagy legalább a 49-es út felújításáért, azonban eddig nem jártak sikerrel. Se a polgármesterek, se a lakosok, se a civilek petíciója, tiltakozása nem jutott el a kormány fülébe, eljutott a szatmárnémeti polgármester kérése, mert hogy a szatmárnémetiek így gyorsabban tudnak az Európai Uniós autópálya hálózathoz csatlakozni. Tehát magyarul a miniszterelnöknek mi határon belüli polgármesterek, lakosok, akik a 49-es mellett élnek, másodrendű állampolgárok, mert az nem számít, hogy hány ember hal meg, hány lakos megy tönkre, ha ezt mi mondjuk, az a fontos, hogy a szatmárnémeti ember minél hamarabb rájusson az Európa Uniós úthálózatra. A kormány sem szakmailag, sem politikailag, sem pénzügyileg nem biztosítja Magyarországon az oktatás feltételeit, jelentette ki nyíregyházi sajtótájékoztatóján Gyüre Csaba, a Jobbik országgyűlési képviselője. A politikus elmondta, hogy a közelmúltban nyilvánosságra hozott PISA-teszt negatív eredményei miatt pártja lemondásra szólította fel Balogh Zoltánt, az emberi erőforrások miniszterét. Az a tapasztalatunk, hogy a Fidesz kormány sem szakmailag, sem politikailag, sem pénzügyileg nem biztosítja Magyarországon az oktatásnak a feltételeit. Mi ezzel fel is szólítottuk az oktatási miniszter Balogh Zoltánt a lemondásra. Álláspontunk szerint önálló oktatási minisztériumra lenne szükség. A GDP-nek sokkal nagyobb arányát kellene a magyar oktatásra fordítani. Szakmai szinten kellene átalakítani. A nemzeti alaptantervet is át kellene dolgozni. Túl nagy a követelmény, és mások az elvárások, mint aminek ma meg kell felelni. A vadhúsokat népszerűsíti egy országos bolthálózat, a legújabb üzlet Nyíregyházán nyílt. A részletekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Ráskó Ferenc villamosmérnök és Rezsőfi Ágnes építészmérnök kapta meg az idei Kabai János díjat a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének megyei szervezetétől. Vereséggel zárta az őszi szezont a nyíregyházi Teke Klub együttese. Az NTK a Superliga 11. fordulójában lejátszott mérkőzésen hazai pályán 5-3-ra kikapott a Győrtől. Fejenként csupán 40 dekagram vadhúst fogyasztanak a magyarok évente, mondta az ország legújabb erdei delikátesz üzletének megnyitóján az állami földekért felelős helyettes államtitkár. Ugron Ákos Gábor kiemelte, a bolthálózat és a kormány céljai egyeznek. Fontos feladatuk a hazai termékek, azon belül is a vadhúsok népszerűsítése.
Többek között Székesfehérvár, Tatabánya és Debrecen után Nyíregyházán is nyílt erdei delikátesz. Az üzlet átadó ünnepségén az állami földekért felelős helyettes államtitkár azt mondta, kiváló minőségű és Európa szerte híres vathús érhető el hazánkban, azonban kevés ilyen húst fogyasztanak a magyar emberek. Fejenként évente ez egy 40 dekás mennyiség csak. Tudva azt, hogy azért mondjuk sertésből 20-25 kg között mozog ez az mennyiség, vagy mondjuk csirkéből is hasonló, akkor azért látjuk, hogy hát ez éppen hogy csak valami. Ezért örülünk annak, hogyha a kiváló minőségű bio alapanyagként is számon tartható magyar vathúst minél több helyen az országban rendelkezésre tudjuk bocsátani. Már teljes olyan bolti kiszerelésben, ahogy a háziasszonyok meg tudják egy ünnepi asztalhoz vásárolni. A vathús alacsony mértékű fogyasztásának oka nem csak a húsok elérhetősége, hanem azok konyhai felhasználásával kapcsolatos ismeretek hiánya. A magyarok többsége a gasztronómiai különlegességeket nem ismeri, nem használja, véli a Magyar Klaszterek Szövetségének elnöke, aki szerint a konyhakész termékek megjelenésével növekedhet a vathús fogyasztás. Innovációnk az volt, hogy nézzük meg a vathúsnak azt a lehetőségét, hogy hogyan lehet a mai gasztronómiai technológiákhoz hozzáigazítani, hogy lehet olyan ételeket készíteni belőle, termékeket, amit már mai nap emberek is szívesen fogyasztanak és ismerni fognak. Innen indult el az alap. Ehhez jött a Vadexnek a csodálatos ötlete, hogy Erdei Delikátesz hálózat címén minden megyei székhelyre telepítsünk egy üzletet, ahol ezek a termékek és általában az erdei termékek elérhetőek lesznek. A nyíregyházi erdei delikátesz helyi családi vállalkozásként üzemel. Ráskó Ferenc villamosmérnök és Rezsőfi Ágnes építészmérnök kapta meg az idei Kabai János díjat. A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének megyei szervezete által adott elismerést azok a szakemberek vehetik át, akik természettudományos vagy műszaki területen kiemelkedő munkát végeztek. A Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola növendékeinek műsorával kezdődött a csütörtöki emlékülés és díjátadó. Az eseményen Szabó István, a megyei közgyűlés alelnöke, Kabai János feltaláló életútját felidézve köszöntőjében kifejtette. Az 1896-ban Bütszent Mihályon született tudós nevéhez fűződik többek között a morfium feltalálása és a tiszavasvári alkaloida gyár megalapítása. Az MTS megyei elnöke arról beszélt, a feltalálóról elnevezett díjat 37 évvel ezelőtt alapították. A Kabai díjat 1979-ben a megyei szervezetünk elődje alakította, mégpedig olyan céllal, hogy olyan természettudományos területen kiemelkedő teljesítményt nyújtó kollégák, akik kvázi életműdíj gyanánt kapják egy bizonyos ciklus lezárásaként, tehát olyan tevékenységet végeztek a megye fejlődése, gazdasági élete érdekében, hogy ezt a szervezetünk díjazással, díjjal, Kabai díjjal jutalmazza. A sorrendben 70. a díjjal együtt járó plakettet Rezsőfi Ágnes építészmérnök vehette át. Nevéhez több megyei épület, így például lakótelepek, templomok és kastélyok építése, valamint felújítása fűződik. Én építész vagyok, építészként dolgozom a városba, immár 1980 óta, és hát több jelentősnek ítélt munka fűződik a nevemhez. Én csináltam a Mária Pócsi görögkatolikus templom felújítását, a görögkatolikusok 16-an termes iskoláját a színház mellett, Kisvárdán a zsinagóga felújítását, ami a Rétközi Múzeum, ez még folyamatban van. A 2016-os év másik díjazottja Ráskó Ferenc villamosmérnök 1982 óta foglalkozik energetikával. Azt kutatja, hogyan lehet csökkenteni az energiaveszteséget, és hogyan lehet hatékony energiatakarékossági megoldásokat alkalmazni. Mind a felhasználó, mind a termelő, mind a szállító részéről lévő adatok és a technológiáknak a mélyére kell ásni, és annak alapján megtalálni azokat a lehetőségeket, amik hasznosak lesznek mindenkinek a számára. Kabai János az egyik legjelentősebb személyisége volt a megye tudományos életének, ezért fontos, hogy az utókor elismerje munkásságát és ápolja hagyatékát. Vereséggel zárta az őszi szezont a Nyíregyházi Tekeklub együttese.
Az NTK a Superliga 11. fordulójában lejátszott mérkőzésen hazai pályán 5-3-ra kikapott a Győrtől. A nyíregyháziak a bajnokság felénél a bennmaradást jelentő 10. helyen állnak a tabellán. Az élvonalhoz tartozó Győr elleni mérkőzésen próbálhatták ki először élesben a nyíregyházi játékosok a Tekecsarnok felújított elektronikus vezérlését. Az első körben Szlovenszki Tibor 594 fás teljesítménnyel sem tudott pontot szerezni, míg Magyarósi Péter 585 fával begyűjtötte a csapatpontot. Ekkor még teljesen nyílt volt a találkozó, mivel az 1-1-es állásnál mindössze 19 fa volt a vendégek előnye. A középső sorban dölt el igazából, azt lehet mondani, ez az egész mérkőzés, ugyanis a Szegő Levente is egy nagyszerű eredménnyel rukkolt elő és hozta a csapatpontot, így mellette a Hakker Dezső, azt mondom, hogy talán a szezonbeli legrosszabb hazai teljesítményét nyújtotta, amitől elvárható, így ő nagyon sok fát kapott a vendégekkel szemben, de akkor sem volt még különösebb probléma, mert 2-2-re állt a mérkőzés, és hiába 80 fával vezetett az ellenfél, még a döntetlen abszolút benne volt ebbe a mérkőzésbe. A zárósorban Finta Zoltán jobbnak bizonyult ellenfelénél, Kastyúra Zsolt viszont alulmaradt riválisával szemben, így 3 csapatpontjuk lett a hazaiaknak. Mivel azonban a győriek összességében több mint 100 fával többet értek el a nyíregyháziaknál, övék lett a plusz 2 pont, így a vendégek 5-3-ra megnyerték a mérkőzést. Szerintem, mint az egész őszi szezonban, egy pici szerencse hiányzott, mert gyakorlatilag a csapat jól játszott. Látszik, hogy gyakorlatilag a szezon végére pörgött fel igazából a csapat, és az a kis plusz hiányzott, amivel megtudtuk volna, a 4-4-re lettünk volna reálisan esélyesek, egy pici szerencse hiányzott hozzá. A Superliga tabellájának élén a Szeged áll 20 ponttal, megelőzve az egyaránt 19 pontos Zalaegerszeget és Répcelakot. A 4 pontos nyíregyházi Tekeklub, amíg bennmaradás jelentő 10. helyen várja a januári folytatást. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Óriási tétje van a vasárnapi parlamenti választásoknak Romániában a magyarságra nézve, nyilatkozta a szerkesztőségünknek a Szatmár megyei tanács elnöke. Az RMDS politikusa arra számít, hogy Szatmár megyéből egy magyar szenátor és 2 magyar képviselőjelölt bejut a törvényhozó testületbe. 6 milliárd forint uniós forrás jut itthon a kora gyermekkori intervencióra. A fejlesztések összehangoltan az egészségügyi, a szociális és a pedagógiai intézmények szakszolgálatok feladata lesz, mondtam a Nyíregyházán a kora gyermekkori intervencióért felelős miniszteri biztos. Még mindig több tucat jégkár sújtotta ingatlan tulajdonos vár segítségre a Szatmári térségben. A rozsályi polgármester az érintett települések képviselőjeként ma az EON 1 millió forintos adományát vehette át Nyíregyházán. A Kölcsei Televízió iradóját látták december 9-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfő este várjuk Önöket, szombaton és vasárnap pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Műsorainkért és további tudósításokért addig is látogassák honlapunkat. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap is borongós párás időre számíthatunk. Szombat estig a Kárpát-medence fölé egy anticiklon peremén eleinte kissé hidegebb, majd ismét enyhébb léghullámok érkeznek. Éjjel is marad a borult párás ködös idő, számottevő csapadék nem valószínű, de néhol előfordulhat szitálás. Gyenge marad a légmozgás, reggelre általában -3 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben is felhős párás időre lehet számítani, számottevő csapadék nélkül a délnyugati szél mérsékelt marad, délutánra 2 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Vasárnap napközben felszakadozik a felhőzett csapadék, nem valószínű, majd hétfőn a felhő átvonulásokból elszórtan előfordulhat eső, zápor, néhol havas eső. Kedden átmenetileg szárazabb levegő alakítja időjárásunkat, majd szerdán egy hidegfront okozhat gyenge havazást.